Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Folytatódik történelmi sorozatunk itt a fehérvári beszélgetésekben, melynek vendége Sinka Jenő, és a mai adásunkban már az 5. részhez érkeztünk, szintén még 56-hoz kötődő történelmi pillanatok elevenednek meg a mai adásban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, akkor folytassuk is, hogy mi történt azután, hogy az előző részben 1956. november 4-e és az azzal kapcsolatos eseményekről volt szó. Hát ugye itt maradt a hadsereg, és csönd volt. Az ország félelemben volt továbbra, és mint ahogy a II. Világháborúnál is, ugye az itt maradt hadsereg miatt nagyon félni kellett. Félt a lakosság. Egy furcsa dolog az én esetem, amikor akkor második osztályos gimnáziumi tanuló voltam, karácsonykor hazamentem a szüleimhez, és kérdezem édesapámat, hogy édesapám, mi fog most itt történni az országban, mert ugye leverték a forradalmat, vérbe folytották, és gyűjtik be azokat az embereket, akik valahogyan részt vettek benne, vagy valami közük is lehetett a forradalom és szabadságharchoz. Azt mondja édesapám, hát ugye akkor már 55 éves volt, végigélte az első világháborút, másodikat, stb. Azt mondja, fiam, hát a pásztortűz hogyan alszik ki? Hogyan alszik ki? Azt mondja, nem egyszerre így megáll, hanem akkor még lesz egy-két ág, ami majd fölvillan. Azt mondja, hát ez a forradalom is, most lefolytották, de hát majd még itt-ott föl fog lángolni. Hú, én ebbe belegondoltam, és nem hittem el neki. És azzal én el is felejtettem ezt a dolgot, visszamentünk ugye a karácsony után az iskolába, és akkor január vége felé, ugye bennünket, mint diákokat is érdekelt ez a dolog, és akkor jó pár osztálytársaimmal beszélgettünk erről a dologról, hogy mi lesz itt egyáltalán az, amit édesapám mondott, vagy hát egyáltalán hogy néz ki a helyzet. És akkor elindult egy gondolatsorozat az országba, amit úgy neveznek, hogy MUK. Ez a márciusban újra kezdjük? Igen, jó tetszett mondani, márciusban újra kezdjük. Egy ilyen gondolatsor, és akkor egyre több ember gyűjtöttek be, tele voltak a rendőrségi fognák, az internáló táborok, a börtönök, akit lehetett, mindenkit lefogtak azért, hogy nehogy legyen MUK. Hát aztán ennek a MUK-nak volt egy másik jelentése is, amit én akkor diák, mikor a menzáról jöttünk ki délután, MUK. Minden uszítót kiírtunk. Jézus Mária, kiírtás a magyar szó szerint az azt jelenti, hogy tövestől, mindenestől. Az uszító alatt azokat értették, akik együtt gondolkodtak a forradalom eszmével, de valamiféleképpen közük. Tehát minden uszítót kiírtunk. Ez volt a kommunista jelszó. Hát ugye akkor már az MSZNT, a Magyar Szocialista Munkáspárt már megalakult, ugye megalakult már november 8-a, 10-e táján, voltak is erre utaló emberek is, most ezt én nem részletezném, nem az a lényeg, hanem az, hogy tulajdonképpen már akkor 57. január februárját, és jött volna március 15-e, a MUK-nak az újrakezdési ideje lett volna, és hát abban a gimnáziumban, ahol én akkor jártam, egy szervezet alakult diákokból természetesen, a mi osztályunkból, és az A osztályból, tehát ugye szokott lenni, hogy A osztály, B osztály, az A és a B osztályból egy szervezetet hoztunk létre, mégpedig a FISZT, a Forradalmárok Ifjúsági Szervezete, mi céllal? A célból, ugye nem a célból, hanem abból a célból, hogy ha lesz, netán mégiscsak márciusban újra kezdjük, akkor mi diákok segítői lehessünk azoknak a felnőtteknek, akik értik vagy tudják, hogy mit kell csinálni, de mi részesei lehessünk, nem a főemberek, hogy így mondjam, hanem társaik nekik. Hát kérem szépen, erre készültünk, voltunk 14-en, 15-en, ezek mind ilyen jó, jeles, kitűnő tanulók voltak, általában együtt jó gondolkodó bajtársak, tanulótársak voltunk. Nos, hát mondanom sem kell, hogy ebből a márciusban újrakezdésből nem lett semmi, mert annyira megfélemlítették a lakosságot, és tényleg mindenkit begyűjtöttek, hogy ott szó nem lehetett arról, hogy újrakezdés legyen, és ez tulajdonképpen elmaradt. És hát akkor a mi szervezetünk most mégis, hogy hol tartunk, mert amire készültünk, az most dugába dőlt, annak most na, nincs értelme.
ez volt már akkor március, április, május, és akkor ugye időnként hetente tartottunk egy megbeszélést titkosan az egyik osztályteremben, és akkor hát mi legyen gyerekek, mi legyen gyerek itt az év vége, hamar hazamegyünk, hát dolgunk végeztével, mi történjen. Na hát aztán fölmerítettem egy gondolatot, másik két tanulótársammal együtt, hogy gyerekek, hát azért ne fejezzük be ugyan szétszőledve, valamit csináljunk. És akkor elhatároztuk, hogy egyfajta izgatást, hogy így mondjam, amellett, hogy mi szervezkedést végeztünk, ugye az a fő tevékenység volt a szervezkedés, egyfajta megjelenítéssel jelentkezünk a városba. Kérem szépen, ez a megjelenés, itt van egy plakát mutatja, hogy 1957. június 10-én Kunszentmártonban a Ruszkik Mars Haza című felirattal történtek kifestések mézzel, ugye ez egy sablon volt, rajzlapból készült sablon, és akkor az a mézzel a házak falára, iskola, a gimnázium oldal falára, más intézmények, egyik éjszaka, ez hétfő éjszaka volt, 10-e, sosem felejtem el, megcsináltuk ezt hárman. Kérem szépen, itt van az a három delikvens. Barna László, Sinka Jenő és Pintér Márton. Ugye milyen fesfiú voltam? Igen. Akkor még. Hát aztán következett ennek a megtorlása. Ugye ez hétfőn volt, és akkor hát addig-addig préselték a kollégistákat, mert ugye sejtették, hogy ezt nem óvodások és általános iskolások végezték, hanem a gimnázium tanulói lehettek. Én ugye nem voltam kollégista, mert a keresztanyámnál laktam, de a kollégistákat mind besöpörték már kedden, szerdán azzal, hogy na mit tudtak erről? Senki nem tudott semmit. De ha tudsz valamit, akkor gyere vissza csütörtökön. Hú. És akkor mindenkit külön-külön behívtak, és ezzel együtt eresztették ki, hogy hát akkor gyere vissza. És az egyik fiú, hogy mondjam, taktársunk volt ennek a szervezetnek, azzal jött ki, hogy neked is vissza kell jönni csütörtökön? No, ezzel árulta el magát, hogy ő volt az, aki eldöntötte, hogy csütörtökön visszamegy, és akkor elmondja, hogy kik lehettek azok. Hát mi vállalkoztunk rá hárman, és azt mondtuk, hogy gyerekek, mi ezt megcsináljuk egy éjszaka, meg is tettük, és akkor utána csütörtöktől kezdve kezdődött el a haddelhad. Hát nehéz napokat kellett átszenvednünk, nagyon nehéz napokat, akkor ott Kunszentmártonban, ugye ez Szolnok megye, Békés megyéhez legközelebbi városnak számított gimnáziumi tanulók, és hát ugye akkor az nagyon nagy prés alá kerültünk, és akkor ez 4 napig tartott az ottani puhítás, és akkor elvittek bennünket Szolnokra. Az volt a megyei rendőrkapitányság, ugyanis az volt a cél, hogy ugye mi fiatalok és tanulók voltunk ebbe a szervezetbe, hogy kiverjék belőlünk egy tanárt, hogy kibiztatott föl bennünket erre, egy szülőt, hogy melyik szülő volt az, aki benneteket erre fölbiztatott, vagy egy papot, aki bebeszélt nektek akármit. Nos, hát ez az elkövetkezendő 3 hét vallatásai aztán ebből álltak ki. Persze mi ugye ebből nem adtunk senkit se föl, természetesen. Nehéz időszak volt, volt egy olyan éjszaka, amikor a radiátor, az ajtón kopogva megtudtuk egy dolgot, hogy éjszaka behoztak egy tanárt Kunszentmártonból, aki annak idején a forradalom és szabadságharcról előadást tartott, hogy mi történt Pesten, mert ő pesti fiú volt. És hogy ez a tanár volt, aki titeket fölbiztatott, mert az tartott előadást az iskolába, és hát így meg úgy, és akkor nagyon el... Tehát kerestek egy bűnbakot? Kerestek egy bűnbakot. Hát mi hárman, meg a többiek se, senkire nem vallottunk. Azt mondtuk, hogy mi. Hát most ebbe, amibe beletartozott a szervezet, az a 14 fős, és hát mi hárman, akik elvégeztük ezt a úgymond izgatást. Nos, hát ez a dolog aztán ilyen szempontból befejeződött, mert nem sikerült belőlünk kiverni egy felnőttet se. Bírósági tárgyalás, és hát ott azért meg kell, hogy mondjam, nem kaptunk olyan nagy ítéletet, hogy ez egy példa volt, és akkor elítéltek bennünket, próbaidőre felfüggesztettek, és akkor kizártak az ország összes középiskoláiból mi háromunkat. A többieket, akik, hogy úgymond tanúk voltak mellettünk, hogy mi végeztük ezt a falfestést, hogy így mondjam, azokat meg elzavarták másik közeli gimnáziumokba.
Tehát szétrobbantották a csapatot. Szétrobbantották. Hát ez aztán az iskolának egy nagy érvágás volt, mert ugye említettem, hogy az alakulásnál mind kitűnő tanuló, jeles tanuló, jó tanulók voltak, tehát két osztálynak, hogy így mondjam, a jobb tanulói voltak, és akkor utána a két osztályból összecsaptak egyet, hogy mégis legyen egy létszám. Nos, tehát most ezzel azt kellett, hogy tatuáljam, hogy amit az édesapám mondott, hogy hát ez a tábortűz tényleg nem alszik ki egy egyszerre, és akkor föllángolt így. Na most ugye ez egy mi esetünk. Évekkel később, főleg az rendszerváltás után ugyanilyen hasonló esemény történt, szintén ilyen diákokkal, három helyen, most ezt nem nevezem meg, három helyen, és szintén a MOOC-ra készülődően. De hát ők se tudtak ugye a MOOC-ba belépni, mert az egész országban ezt elfojtották eleve. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem csitult el a lakosság gondolataiból az, hogy szeretnék szabadok lenni. Nem kívánjuk mi itt az oroszokat, ruszkik, egy nem egészen jó kifejezés, de marsz haza! Hát mi közöttek van itt? Nem mondom el a vallatásunk részletét, lényeg az, hogy ez megtörtént, és aztán utána csönd lett, hogy azt mondjam, a környéken is nem mehetünk vissza az iskolába, kitartott a tulajdonképpen onnan örökre, aztán a rendszerváltás után már... Azért visszalátogattam, gondolom. Akkor már visszamentem, és akkor jelentkeztem a akkori igazgatónőnél a bizonyítvány, ahol be volt írva, hogy mi a helyzet. Ugye aztán három évig nem járhattam semmi gimnázium, semmi középiskolába, az ország összesen. Amikor ez elmúlt, akkor már jelentkeztem, és abban ki volt fejezve, hogy csak estiként, és nem Kunszent Márton, hanem valahol máson. Hát a harmadik, negyedik osztályt jártam el úgy, hogy hetente egyszer volt 3 óra egy gimnáziumban. Hát mit lehetett ott elsajátítani? De amikor bementem oda ezzel az értesítővel, bizonyítvánnyal, hogy én jelentkezek, nézi az osztályzatokat, első osztály, második osztály, nagyon jó eredmények, és akkor a magatartás 1-es, rossz. Hát akkor volt másodszor 1-es a magatartásom, mert az első elemi iskolában volt, akkor az kitűnőnek számított. Most a második 1-es, ez meg rossznak. Rám néz az igazgató, azt mondja, fiam, 56? Mondom, igen. Nem szólt semmit. Azt mondja, tanuljál. Kész. Hagyott tanulni, aztán a negyedik osztályt egy másik városba folytattam, ott is ugyanaz a szituáció volt, vittem a bizonyítványomat, nézi, első osztály, második osztály, harmadik, hát ez ilyen eredmény? Igen. És akkor látja a beírást, hogy az ország összes középiskolája kizárva, illetve már annak a folytatása. Macskási tanár úr azt mondja, fiam, ezt nem mond senkinek, nálam van a bizonyítványod, majd amikor leérettségiztél, csak engem keressé. Ezt senki nem fogja tudni, de amennyit tudja, annyit tanulja. Így fejeződött be. Tulajdonképpen egy fiatal, 16 éves fiatal társaságnak a forradalom utáni ellenszegülése a szovjet csapatok szemben. Ennyit erről a folytatásról. Nos, egy kicsit más vizekre elvezve, ugye a sajtó nagyon szépen leírt sok mindent, és sokfelé, nem csak Budapesten, hanem más vidéki sajtók is, hogy mi történt 1956. október 23, sőt, még előbb, mert ugye tudjuk, hogy október 6-án Rajk Lászlóék újra temetése volt. Akkor már ugye ez a szél, ez a forradalom szemben, amit nem akartunk forradalomnak minősíteni egyből, mert nem azt volt a cél, hogy forradalom, de már az már először volt. Tehát október 6-ától már megjelentek cikkek, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Külföldről visszajött Rajk Lászlónak a felesége, ilyet is írtak, nem részletezem tovább, és november 4-éig. Benne az utolsó lapok az egyházak, a római katolikus, a református és az evangélikus egyházaknak a lapjai benne volt. Sőt, az utolsóval pedig a Szegedi Ifjúsági Egyetemi Híradó, azt hiszem, hogy ez volt a neve. A Egyetemi Híradónak az utolsó oldalán volt egy olyan kicsit fricska, de már akkor ez érezhető volt, hogy tankot adok civil ruháért csere. Ugye hát a civil ruha kinek kellett? Az ávosnak.
Ugye ez már november 4-én, ugye akkor már menekültek mindenfelé, tehát civil ruha kellett, de tankot adnának érte. Egy ilyen kis rövid cikk is van az összegyűjtött 56 sajtója című könyvnek. Ez egy válogatás. Ez egy válogatás volt, ez ilyen vastag. Akit jobban érdekel ez a dolog, nálam megtalálható, de hát gondolom, hogy máshol is hozzá lehet ehhez férni. Tehát egyfajta az, amit az életben kis cikkek, de sok mondani való. Az, hogy a pártház alatti milyen beton tömbök voltak, ez is benne van. Sok minden. Nem térnék rá. Tehát ez egyfajta magyar gyűjtemény. A jobb felső sarokban ott van egy más, az a titkos emlékkönyv, mondja onnan a... Top Secret Memoir. Igen. Ez két nyelvű. Ez is, ebben is le van írva a forradalom, nem olyan részletessége, tehát nem cikkgyűjtemény, hanem események gyűjteménye, az egész forradalom és szabadságharcok. És ez ilyen két nyelven. Ez két nyelven, angol és magyarul. Hát most én angol nyelven küldtem el a kanadai unokatestvéremnek, és testvéreimnek, akik tudják a magyar nyelvet is, de az angolnál betettem egy cetlit, hogy a magyar, szóval mi a megfelelője, hogy azt olvasd el. Elmondanék egy érdekes fricskát, de ez igaz volt, hogy mi volt a szellemisége ennek a forradalomnak. Ez is benne van más is, de ezt az egyet elmondom. Arról van szó, hogy ugye ebben az őszi időszakban ugye a fiatalok egyfajta ilyen lóden kabátba, vagy ilyen kabát félébe kénytelenek voltak felöltözni, és egy sapka, mert ugye nem tudni, hogy milyen idő jön, és egy fiú így összegombolt, fénykép is van róla, azt hiszem, összegombolt kabáttal késő délután csönget egy ilyen budapesti bérházba. Hát kijött a házmester néni, kedves csókom, jó napot kívánok, tisztelettel, mit akarsz, édesfiam? Látta a házmester asszony, hogy hát ez a fiú fázik, meg minden, szeretnék bemenni. Jó, fiam, hát jó van, beengedlek, de topogott már a kapuba a fiú a lábával, hogy tiszta lábbal menjen be. Na és akkor fölmentek az első vagy második emeletre, és akkor ott is toporog a fiú, és bekérezkedik, beengedi a néni, le is veszi a fiú tisztelettel mindjárt a sapkáját, jaj, köszönöm szépen, és akkor kezdi nagyjából kinyitni a kabátját, és megy az ablak felé. Azt mondja, néni, kérem, kilőhetek az ablakon? Igen. Ilyenek voltak a pesti fiúk. Nagyon sok ilyen. Nagyon sok ilyen volt. 14, 15, 16 éves fiúk, főként ipari tanulók, hogy így mondjam. Ott a Korvin közhoz, arra kifelé, az ülőhöz volt egy kollégium, ott nagyon sok ilyen fiú volt. Tehát egy 15, 16 éves fiú így ment oda. Na hát aztán a néni nem válaszolt már, ez már nem tartozik hozzá. De hát Ilyen is le van írva benne. Ez egy szellemisége az akkori fiatalságnak, aki értette, tudta, hogy miről van szó, és benne akar lenni. Nagyon sok fiatal fiú veszítette el ott az életét. Pongrász Gergely könyvében le is írja, hogy milyen volt. Elszökött otthonról a fiú, az anyja ment és kereste, mert nem volt otthon éjszaka, és akkor letagadta a bajusz, hogy nincs itt, a fiút beküldte az irodájában lévő ágy alá, hogy maradj itt csöndbe. És akkor elkezdett az anyja sírogatni, hogy az én Jancsikám, azt hiszem, hogy már talán nem is él, meg minden, hogy hol lehet ez a gyerek. Hát, hogy megnyugtassa az anyját, kiszólt az ágy alól, hogy itt vagyok, édesanyám. Ilyen fiúk voltak ott. És hát ugye november 8-án már kénytelen volt feladni a harcokat, azzal a túlerővel, amit az előző részben említettem, hogy a tüzérséggel szemben ők már nem tudtak mit kezdeni. Azzal már az egész főváros tönkre lett lőve. És hát ezek az részletek is benne vannak ebben a két nyelvű. Más is kért már tőlem egy ilyet, most már az eredetét nem tudom, melyik iskolába hagytam, úgyhogy most csak másolatból van meg, de nagyon, nagyon jó kis könyv. Tényleg ajánlottam azoknak
a kanadai osztálytársaim, az unokatestvéreimnek, akik ottani helyi születésűek, hogy angolul tudják meg, hogy miről volt szó. Aztán egyszer találkoztam is velük, és csak így néztek rám, hogy te akkor 16 éves fiú létedre ilyen országba éltél, mondom, ilyen országba éltem. És mondom, tudjátok, hogy mi volt ez akkor. Ez egy világrengető esemény volt, hogy az ellen, a szovjet hadsereg ellen, aki lesöpört mindenkit, ugye, erről is említettem már, senki nem mert szembeszállni, egyedül Magyarország volt az, aki az első részt, hogy így mondjam, megnyitotta, és aztán az ég tovább folytatódott, és az lett végül is a hadseregnek a következménye, amit aztán most ugye ebben a sorozatban 91. június 10-én elértünk. Nagyon, nagyon vártuk ezt a pillanatot, és nagyon készültük, hogy szabaduljunk meg már ettől a szörnyű hadseregtől. Ugye itt voltak Magyarország, majd egy következő részen majd arról is szó lesz, hogy ők hogy éltek itt, meg mi volt a támaszpontjuk, stb. Egy következő könyv itt a jobb alsó sarokban, amit hasonlóképpen a föntihez tudnék megnevezni, hogy 1950 fiadnak hagyd örökül. Ez egy örökségi, hogy mondjam, gyűjtemény a fiadnak, az unokádnak már ugye, hogy tudjad, hogy mi történt. Ez csak magyar nyelven meg, magyar nyelven majd meg. Ez is hasonló a másikhoz, hogy ez egy örökség. Hagyd örökül ezt a nagy eseményt, ezt a nagy küzdelmet, ezt a nagy akarást azzal a nagy túlerővel szembe, ami előtte már sokáig, évekig itt volt Magyarországon a második, és akkor itt letörte, vérbe folytotta, és most folytatta tovább ezt a félelmet a lakosságba. Hagyd örökül, és emlékezzél rá vissza. Ez már az utókornak szól mind a kettő, hogy ne felejtse el, és tisztelje a 1956-os forradalom és szabadságot. Nem csak az, hogy most a résztvevői mit, de annak kapcsán meg lehetett ismerni, hogy mi volt ez az a nagy esemény. És akkor láthatunk egy térképen, egy helyszínt. Igen, egy térkép. Ez az egyedüli ilyen múzeum. Ez az egyedüli. És most újból arra térnék ki, hogy az ifjúságnak kell megismerni ezt a dolgot. Pongrácz Gergely és a testvérei, ugye hatan voltak testvérek, akik részt vettek a forradalomba. Az irodánkban van is egy képsorozat róluk, hogy 56 a Korvinkhoz hősei, és a forradalom és szabadság hős, tényleg hősök voltak. Nos, hát ugye amikor már elékezett a rendszerváltoztatás ideje, akkor Pongrácz Geiger már visszamert jönni Magyarország, de ő azt mondta sokáig, amíg Magyarországon szovjet katona van, ő nem jön haza. Ugye volt ez a nagy temetés, ugye a június 16-a, Nagy Imre társai is temetése, de ez alatt a nagy temetés alatt én a nagyot képzelem el, ahol a nagy, a hatodik koporsóban, az üres koporsóban volt, abban voltak a legtöbben. Ezért nagy az a temetés számomra. Tehát akkor ugye megtörtént a nagy temetés, végül is Pongrácz Gergely hazajött Magyarországra, Amerikából, és a testvéreivel együtt létrehozott egy múzeumot. Előtte ő Budapesten bérelt egy bizonyos helyiséget, és aztán akkor még olyan időszakok voltak, hogy a sok volt még a kommunista, és direkt folytogatták. Nem tudtak visszafizetni a bérleti díjat, összegyűjtötte a testvéreimmel a pénzét, és elment Kiskunma is a közelébe, úgy mondják, hogy Maris puszta, az ugye 4 kilométerre van Kiskun-Majsától Szeged felé, az egy tanyasi iskola volt. Romos állapotban volt, itt van most a kép róla, ez már a felújított állapot. Akkor a bajusz, hát így nevezték őt. Így nevezték őt, én is így szólítottam, jó leső érzés volt neki, mert akkor tudta, hogy bajtársal van dolga. És akkor a bajusz a testvéreivel fölépítette azt a múzeumot. Ez hagyján. De ugye meg is töltötte tartalommal. Mindenféle korabeli az események és a forradalom és a szabadság az alatti dolgokat gyűjtött. Itt látunk egy tankot. Hát nem is annyira tank, inkább valami tüzérségi, nem ismerem pontosan a nevét. De van neki az udvarban bent tank is, akkor bent van néprádió. Én is vittem neki egy beadási könyvet, amit a kötelező mezőgazdasági termények beszolgáltatására szolgált. Jenő, ez van neked? Hát mondom, van, itt hagyom neked. Jó, múzeumi anyag. Sok múzeumi anyagot összegyűjtött a bajusz, és elkészült a múzeum.
ő működtette. Ott az iskola épület mellett volt egy lakrész, ott is lakott. És volt egy nagy terve. Az, hogy azt mondja, hogy ez rendben van, hogy egy múzeum, de egy olyan hely kell, ahol a fiatalokkal tudok találkozni. Mi az, hogy a fiatalokkal? Hát honnan veszel te fiatalokat? Ó, hát van itt a Magyarországon meg a környéken annyi fiatal, hogy ezt érdekelni fogja. Fölépítette egy ifjúsági tábort. Ezzel a múzeummal szemben, egy ifjúsági teljesen modern szállással, előadóteremmel, még egy kis úszómedencét is csinált, ami ugyan nem úszómedencének készült, hanem tűzoltó víznek, és amikor jönnek megnézni, hogy a tábor hogy van biztosítva mindenféle szempontból, akkor megnézik, hogy van-e így valami. Mikor megnézik, és azt mondják, hogy jó, a tábor működhet, akkor már mennek a vízbe fürödni a fiatalok. Honnan jönnek? A környékbeli középiskolákból és Erdélyből nagyon sokan. Szamosújvárról mindig jönnek, mert ugye a Bongrácz Gergely és a családja Szamosújvárról származott. Onnan is jönnek, máshonnan is jönnek, és középiskolás diákok akkor ott kapnak tájékoztatást, én is szoktam előadást tartani nekik, meg kiállítási anyagot viszek nekik, meg hát fürödnek is, ugye ott van Kiskunma is, nem csak az udvaron lévő kismedence, hanem Kiskunma is van egy fürdője, fölmennek a toronyba, nézelődnek, egy kis szabadság, egy kis időtöltés, és akkor ott váltogatja ezeket az ifja gyerekeket, és akkor jönnek máshonnan is, más jelentős személyek is, M. Kis Sándor is szokott ott odajönni, akkor ki is volt az, aki... Hát folyamatosan. Ugye, azért könyvtár, az emlékezetet és az örökséget ápolják. Igen, könyvtárat is létrehoztak. Én is hagytam ott nekik olyan dolgot, hogy ezt érdemes. Megnézheti? Ne vidd el. Olvasd el, hagyd itt, mert a következőnek ugyanúgy kell, hogy ismerkedjen belőle. Lezsák Sándor is szokott ott előadást tartani, sőt, ősszel, ugye a forradalmi időszakra egy verseny, tanulmányi versenyt is szoktak rendezni a forradalom eseményeiről. És akkor oda bejelentkeznek a környékbeli középiskolából diákok, hát Kecskemétről, Szegedről, Kiskunhalas környékéről elsősorban azok, mert ugye akkor most ősszel nem szokták kivenni az erdélyi városokból az embereket, ugye csak nyáron, és akkor ott van egy ilyen történelmi vetélkedő, és akkor kapnak díjat, valami olyan könyvet, vagy térképet, vagy valami, vagy emléktárgyat, kapnak egy olyan jelvényt, ami a 1956-os világszövetségnek a jelvény, azt a Pongrácz Gergely alakította meg a nyugati világba. Nos, tehát eljutottunk oda, hogy befejeződött a vérbefolytás, és aztán mi történt Magyarország és az ifjúságnak, mit ajánlunk. Hát én is ezt ajánlom, meg sok minden mást is tudnék ajánlani az ifjúságnak, hiszen azért vagyunk, hogy ne vigyük sírba azokat, amiket tudunk, amiket összegyűjtöttünk. Nagyon komoly könyvtárunk van, nagyon komoly dokumentumkönyveink vannak, ezt most nem mondom el, de ha valaki betévet hozzánk, iskolásoknak nagyon tudnám ajánlani, akkor készül valaki szakdolgozatra, akkor abból készül. Volt is már rá példa, hogy bejött hozzám, hogy hát nem egészen jó kinézetű fiú, de szeretnék valamit tudni. Ránézek, nem sok jót néztem ki belőle, és kérdezem, hogy mit tudsz? Elmondott két mondatot, mondom, ezt böcsülöm benned. Na, akkor gyere be, és akkor segítettem neki. És kitűnőre vizsgázott történelemből Pécsi Tudomány Egyetemen. Merném tudni ajánlani. Ma már nem annyira ezek a történelem iránti szakokra készülnek az ifjúság. Ez is kellene, mert ugye ma már minden a digitális világban zajlódik, ugye a tévével, a GPS-el, meg a mindenféle valamit a kezébe hord, ugye egy mobiltelefonot, a világot megismeri. De hát erre is szükség lenne. Fiatalokat biztatom be. Hát természetesen a korunkbeli vagy más érdeklődőt is szívesen várok. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam. Köszönjük szépen mi is, hát és mi is buzdítjuk a fiatalokat is, hogy ismerjék meg a történelmet. Legközelebb egy hét múlva erre sort is kerítünk itt a Fehérvár Televízióban. Igen. Köszönöm, hogy itt volt, Jenő bácsi. Én is köszönöm, minden jót. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap, illetve ezzel a sorozattal legközelebb egy hét múlva pénteken számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra.